ha jól megfigyeljük, a fiatalember nem is hajtja a biciklit a pedálokkal. Ezt nem is kell megtennie, hiszen az úgynevezett pumpapálya kialakításának köszönhetően éppen ez a lényege az ilyesfajta sportnak. A különleges mozgásformát mostantól bárki kipróbálhatja, ugyanis ez a pálya Komlón épült meg nemrégiben. Az átadó ünnepségen Révész Máriusz is így tett. Ennek a Bringa Parknak, ebben még persze benne van a most épülő erdei Bringa pálya is, összesen 40 millió forint a költsége, és ebből a 40 millió forintból 20 millió forintot biztosítottunk mi, 20 millió forintot pedig az önkormányzat tett hozzá. Az eseményen részt vett Hoppá Péter is. A térség országgyűlési képviselője is kipróbálta a pumpapályát, majd elmondta, hogy ilyen fejlesztésekre van szükség. Kiemelte, hogy a gazdaság, az oktatás vagy a közterületek tekintetében történt beruházások mellett a szabadidős tevékenységet célzó pályázatok is épp oly fontosak a jó életminőséghez. Az a rengeteg beruházás, amelyek valóban a múlt árnyait magunk mögött hagyva fényes és virágzó európai kisvárossá tették Komlót, ezek pontosan erről szólnak, hogy nem csak az utakat kell megjavítani, tereket, hanem az mindennapi élethez szükséges, a szabadidő hasznos eltöltéséhez szükséges körülményeket is biztosítani kell. Érdekesség, hogy a komlói pumpapálya kialakítását már 2010-ben kezdeményezte egy csapat fiatal. Most ők építhették meg a pályát, sőt a világot járva még számos országban készítenek hasonló létesítményeket.